Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A mai párosan szép vendége két, lehetne így is mondani, hogy álomasszony, de mindenképpen az álmok asszonya. Nevezetesen Nógrádi Csilla klinikai pszichológus és csatáriné, Varga Zsuzsanna, aki gyógytornász és valami plusz egyéb dolgokkal is rendelkezik, mert ő egy álmodó nő, ugye? Egy gyakran álmodó nő, egy könyvnek a főhőse, Csilla pedig te az álmokat fejtő, az álmokat magyarázó pszichológus vagy, ugye? És te vagy ennek a könyvnek a szerzője, aminek az egyik főszereplője az a Zsuzsa. Az egyik álomnak a tulajdonosa a Zsuzsa, igen. Megvallom őszintén, hogy engem nagyon meglepett, hogy valaki most 2014-ben, 15-ben egy könyvet mer írni az álmokról. Nógrádi Csilla könyvének címe ugye az, hogy álom és önismeret, és hát nagyon sok érdekes fejezet van benne, én most itt csak egy párat kezdek el mondani, nem az elme baj, mert akkor azt hiszik, hogy magamról beszélek, de viszont van egy ilyen például, hogy a szabad asszociációk áldásos hatása, aztán van ilyen, hogy álom indukció, ez volt a legérdekesebb számomra, ez azt jelenti, hogy tudom befolyásolni az álmaimat? Természetesen igen, az álom indukció az álmok előhívását jelenti. Sokan vannak emberek, akik nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget az álmoknak, vagy egyáltalán nem is emlékeznek arra, hogy álmodnak. Nekik nyújtok, próbálok segítséget nyújtani ezzel a technikával, amit leírok itt a könyvnek ebben a fejezetében, hogy hogyan tudnak közelebb kerülni a saját álmaikhoz. Uh-huh. Ugyanis az életnek egy jelentős részét töltjük alvással és álmodással, mint hogyha egy másik élet tárulna föl uh-huh. számunkra, amikor kapcsolatban uh-huh. vagyunk ezzel a tudatállapotunkkal. Hát jó esetben egy harmadát töltjük alvással, de inkább igen. mondjuk egy negyedét, egy ötödét, de hát komoly hát mennyiségeket rohanó, alszunk. Igen, a mai rohanó világban, igen. De ez mégiscsak egy jelentős dolog, és nagyon sokan öntudatlanok ezzel kapcsolatban. Persze, mármint olyan értem, hogy nem tudják, hogy mit álmodtak? Olyan értelemben, vagy egyáltalán azt gondolhatják, hogy nem is álmodnak, mert arra sem emlékeznek vissza, hogy egyáltalán álom. És ez azt jelenti, hogy én trenírozhatom magam arra, hogy megmaradjanak az álmaim, tehát hogy emlékezzek az álmaimra? Pontosan. Tehát ez miért jó jelenti? Nekem? Ahogy elmondtam az előbb, hogy valójában élhetjük öntudatlanul is az életünket, akár ébren is, automatikus üzemmódban, csak bemegyünk a munkahelyre, tesszük a dolgunkat, és valójában az értelmét, a mélységét nem éljük meg az életünknek. Így az álmodás is egy olyan életterület, egy olyan nagyon fontos tudatállapot, aminek a mélységeit meg tudjuk élni, sőt, akár befolyásolni is tudjuk, sőt, felhasználni is tudjuk a kreativitásunk fejlesztésére, az egyéniségünk fejlesztésére, önmagunk és a világ megismerésére. De hát ez attól is függ, hogy milyen álmaink vannak, nem? Hogy milyen álmaink vannak, az attól függ, hogy mennyire vagyunk tudatosak az álmunk. Tehát tudjuk alakítani, hogy elérjük az álmainkat, hogy megmaradjanak, megragadjanak, és még azt is tudjuk befolyásolni, hogy miket álmodunk? Még azt is tudjuk befolyásolni. Ha valamilyen kérdésünk van, akkor feltehetjük saját magunk számára, uh-huh. és álomban a tudattalan szint, amelyik egy kicsit a logika szoros szabályaitól mentesebb, egy kicsit rugalmasabb, nem feti be az egónk például, a személyiségünknek az a nagyon merev, rigid része, kreatívabb, és így ezt a részt tudjuk monitorozni, amikor figyeljük az álmainkat, és akár befolyásoljuk is, tehát hogyha kérdésünk van. Nagyon sok akár művészi alkotás, vagy tudományos mű születik álomban. Ugyanis a logika behatárol ébrenléti állapotunkban, a mindennapi élet és a normák, a szabályok behatárolnak. Álmainkban viszont ezek alól a normák alól felszabadulva tudunk gondolkodni, és egy kicsit más aspektusokból is látjuk az életünk dolgait. Azok a dolgok, amikkel foglalkozunk éber állapotunkban, azok kicsit szimbolikusabb módon jönnek elő, vagy más nézőpontból jönnek elő. Zsuzsa, te mint álomtulajdonos vagy itt. Azt hiszem, hogy ez elég nagy ritkaság, hogy valaki az álmaival kerül be egy könyvbe. Mielőtt te ilyen komoly könyvhősnő lettél, mit tudtál arról, hogy milyen fontossága van az álmoknak, meg hittél-e ezekben az álomfejtésekben, meg ilyen hasonlókban? Nekem nem volt ez hitkérdés, vagy
kérdés, hogy higgyek-e vagy nem, mivel már olyan régóta ilyen nagyon világosakat álmodtam. Tehát most a legegyszerűbb, amikor egyetemi felvételére készültem, akkor elaludtam a fizika példával és a megoldással keltem. A másnapi feladatnak a megoldását tudtam? Nem előre láttam, hanem amit nem tudtam megoldani, aha, így hajnali 3-kor, és már ott tettem az egészet a íróasztalom. Azzal a megoldással keltem, és akkor így valahogy elkezdtem. De ez már nagyon, tényleg nagyon régóta van. Szóval hogy az életem része, nincs annyira távol a tudatos életemtől. A Bokaccsónál van egy olyan történet, hogyha jól emlékszem, hogy egy idősebb úr elalszik azzal, hogy milyen jó lenne, ha gyereke lenne, és aztán hajnalig meg terhes lesz a felesége. Az álomnak vannak ilyenfajta összefüggései vagy szerepei az életben? Igen, kifejezetten. Tehát hat az ébrenléti állapotomra az álom? Oda-vissza hat egymásra. Tehát amit én ébren csinálok, amivel nagyon elfoglalt vagyok napközben, az kihat az alvásomra, az álmodásomra is. És ugyanígy, hogyha valami, ahogy a Zsuzsinak megoldódik egy képlet, megoldódik egy életfeladat, akár álomban, vagy egy teljesen szimbolikus formában, akkor ébren arra ébredek, hogy oppá, ez nem is, ma már nem olyan nehéz, mint tegnap volt. Az álmaidra vagyok kíváncsi, jó? Hogy milyen álmokkal kerültél be a könyvbe, ezt az álomsztorit légy szíves, meséld el nekünk, jó? És a Csilla pedig azzal jön, hogy akkor miért vette bele ezt a könyvbe, és a nézőknek meg ígérem, hogy ne türelmetlenkedjenek még, mert itt nagyon sok érdekes dolog van még az álmokkal kapcsolatban, úgyhogy ne aludjanak el, hanem figyeljenek ránk, mert érdemes velünk együtt álmodni, meg álmot fejteni most. Hát akkor kezdődött ez az álom beszélgetés a Csillával, amikor hát elkezdtünk közösen dolgozni, ugye közös munkahelyen. Később akartam felhozni, ugye, mert előbb az álmaidra lettem volna kíváncsi, de hát hogyha ez összefüggésben van szerinted, akkor mondjuk el ugye, hogy te az onkológiai klinikán diplomás gyógytornász, a Csilla pedig klinikai szakpszichológus. Na már egy klinikai eset kezdek lenni, na figyelek akkor. Csak azért volt fontos, mert hogy ott kezdtünk el együtt dolgozni, tehát az álmok szempontjából ez így nem volt fontos, csak akkor így beszélgettünk, igen, többet, és akkor őt érdekelte, hogy én miket álmodtam, és azok az álmaim ragadták meg őt a legjobban, de ezt azt hiszem majd ő fogja jobban elmondani, amit a legelső gyermekemmel való terhességemet megelőző időszakban álmodtam. Azok ilyen nagyon markáns álmok voltak. De azt így el tudod most mesélni nekünk? Mert hát tulajdonképpen azért jöttél, hogy ilyeneket elmondj persze, nekünk, úgyhogy ha nem titok, akkor oszd meg velünk. Elmesélem, hát nehéz időszak, amikor az ember így rájön arra, hogy szüksége van orvosi támogatásra ahhoz, hogy egy gyermeke lehessen, és hát nem kecsegtettek minket túl jó esélyekkel sem. És hát ott aztán ment a vívódás, a megfelelő orvoskeresés, akkor megkezdtük az első kezelést, és hát rengeteg kételje van az embernek ezzel kapcsolatban, tehát azért nem olyan rózsás. Tehát ez egy lelki krízis helyzet. Hát mindenféleképpen, mert hát a szülők ellenzik, hogy hát a természetesen nem jön össze, akkor lányom, mit kell erőszakoskodni, milyen gyerek lesz ebből, és hát akkor még a saját vágyak, hogy ne legyek annyira erőszakos, meg hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy gyerekem lehessen. Szóval ez mind így hömpölyög, és amikor aztán végre megvan az első inszemináció, és az ember tényleg így megmozdulni nem mer, hogy nehogy valahogy ártson annak a gyereknek, aki lehet, hogy nincs is, akkor volt valahogy egy olyan álmom, nem is, hát emlékszem rá pontosan, hogy tengerparton fekszem, és így beterít a víz, és egyszer csak a víz rám sodor két piócát, és azok így rám tapadnak, és ez az undor, hogy így rajtam vannak, és így menjenek le rólam, és hát fölébredtem, persze bűntudat, hogy úristen, megtapadtak a gyerekek, és hogy nem, és hogy nem is ők alkalmas, és ez egy ilyen, hát igen, ez nem egy jó álom, de elég, ez számomra világos volt abban az élethelyzetben, hogy itt valahogy valami nagyon nem. Valami nem, tehát valamivel ezzel dolgoznom kell. Tehát, kellene. Hogy felfogásilag, vagy lelkileg nem vagy elég felkészülve erre. Tehát, hogy valami van, erre. Amit taszít, igen. Mm-hmm. Tehát, hogy ez a pióca képzet, ez valahogy hozzátársul egy terhességhez, és hát ezt hallottam már más nőktől is, tehát most ezt nem akarok így ebbe belemagyarázni. Semmit jött ez a szimbólum, és ezen így mélyen elgondolkodtam, hogy most hova is tartok, és mit is akarok én valójában. Tehát tényleg meg akarom erőszakolni az életet, vagy csak hagynom kéne. Tehát... Hát most, hogyha ezt nem is rémálomnak nevezzük, de ez egy elég ilyen kellemetlen álom azért. Ez egy nagyon szép példája annak, hogy milyen érdekesen szimbolikus formában jön elő az adott krízis.
A Zsuzsinak az álmai napról napra és alkalomról alkalomra alakultak úgy, hogy pontosan megmutatták azt, ami a testében és a lelkében történik. De most történik. Ő ezt folyamatosan elkezdte mondani neked? Tehát már akkor ismerted őt, és folyamatosan? Nem, tehát akkor ilyen, még nem ismertük akkor még nem ismerted, ez, csak ezek ilyen utólag nagyon rekonstruáltátok? Amik igen. Megmaradtak nekem. Uh-huh. Tehát minden három gyermekem van mostanra már, kettő természetes úton született, tehát hogy nem lett több inszemináció. Az első gyermekem, ő inszeminációval született, vagy hát ezzel a támogatással estem teherbe, de hogy ezek ilyen nagyon markáns álmok. Uh-huh. Tehát most is tudom, hogy tudtam. No. Te előbb tudtam, hogy terhes vagyok, mint hogy... Uh-huh. Hát itt a happy end, vagy legalábbis a happy folytatás az megvan, ugye? Tehát akkor megvan a három gyermek. Megvan. Akkor ennek tudatában már egy kicsit komolykodhatunk itt, hogy akkor a szakpszichológusnő elmondja nekünk itt, hogy akkor... Tehát voltak ezek a piócás álmok, és akkor még milyen álmok voltak? Hát több is volt. Ugye ahányszor megtörtént az inszemináció, annyiszor mindig valaki jött hozzád, bekopogtattak például. Valaki bekopogott a lakásba, Zsuzsi álmában, és Zsuzsi, mikor ajtót nyitott, akkor ott volt egy kosár kismacska, és ő elzavarta őket. Tehát mindig valami állat jelentkezett, vagy valami? Na de a kosár kismacska az nem aranyos, csak mert a pióca nem annyira aranyos. Hát nem volt aranyos. Én azt hittem, hogy ez fejlődik, hogy először pióca, aztán sikló, aztán a végén végülis anakonda. Lehet, hogy anakonda. Volt, mert a harmadikra jött össze Vince, és a harmadiknál ő már egy ember volt, aki úgy jött be a lakásomba, hogy én nem akartam beengedni. Jelente valamit? Hát, jelente valamit. De soha egy álomfejtő nem mondja meg, hogy mit jelent a te álmod, hanem elkezdi az életkörülményekkel való párhuzamot megtalálni, illetve nem ő, hanem neked kell értelmezned az álmodat. Én azzal tudok segíteni, vagy egy terapeuta azzal tud segíteni az álomfejtésedben, hogy megtalálja az asszociációkat, a kapcsolatokat a képek között, az álomképek között és a te nappali életed között. Uh-huh. És amikor ezeket felismered, akkor elkezded megérteni, és elkezded azt is felismerni, hogy mi történik benned. Uh-huh. Tudatosabbá válsz saját magadra a belső folyamataidra. Jó, de hát azt megbeszéltük, hogy nekünk muszáj konkrét álmokról beszélni, mert tehát a kedves nézőket itten, hogy is mondjam, elcsábítottam, hogy akkor hallgassanak meg minket, a titkainkat, egyebeket, úgyhogy itt muszáj tovább mondani az álmokat. Szóval a betörős álom volt a Zsuzsinak, amikor betört az életébe a kisfia. Akkor egy kagylófotelban ülő szomszéd kislányra nyal veszekedtél, mert talán rá volt bízva a lakásod álmodban, és valaki betört, és ment, és zseblámpával nézelődött, és teljesen megrémült Zsuzsi, az álmodó, ugye? Hogy... És ilyenkor, bocsánat, a saját most filmes szempontokat kérdezek, hogy ilyenkor a saját szemszögedből látod, tehát úgy látod, mintha ott ülnél, vagy magadat is láttad? Nem. Fontos tehát, a kérdés, amit föltettél, mégpedig azért nagyon nagy fontosságú, mert amikor álmodunk, akkor az egész film mi magunk vagyunk. Azért öltöztem főorvosnak egyébként, mert gondoltam, egy-két fontos kérdést felteszek. Tehát amikor álmodunk, akkor? Tehát az értelmezésnek az egyik formája az az, hogy az összes szereplőt behelyettesítjük saját magunkkal. Uh-huh. Azaz, hogyha te a szomszéd nénivel álmodsz, akkor úgy kezded el értelmezni a saját álmodat, hogy a te személyiségedben mi az az aspektus, amit a szomszéd néni képvisel. Vagy a betörő, vagy a kagylófotelban ülő szomszédlány, vagy én magamnak a duplikátuma, aki ott vagyok, és veszekszem a szomszédlányjal. Bocsánat, de Zsuzsi, te ott nem is láttad, tehát nem egy pozícióban voltál, hanem mint egy kamera mozogtál, tehát mint hogyha járkáltál volna, te egy ilyen mozgó kamera voltál akkor. Hát igen. Mint egy másik valóság, tehát egy ilyen valóságos valóság. És ez. A szomszédén is megjelent, vagy az csak most mondta a Csilla? Szomszéd kislány jelent szomszéd meg. Kislány jelent meg, aztán a szomszéd kislány ott ült a fotelben. Igen. És valaki volt a lakásomban. És kizavartad őt? Vagy nem vagy? Zavartam ki, nem találtam meg, csak tudtam, hogy valaki ott van. És be van kapcsolva a riasztó, és nem szól a riasztó, és ott járkál valaki, és felháborító volt. Tehát és akkor rettegtél álmodban? Nem rettegtem, dühös voltam. Dühös voltál? Dühös voltam, igen. Tehát egy betörőnél te csak dühös vagy, nem is félsz akkor. Hát lehet, hogy félek egy másik valóságban, abban a valóságban rettentően dühös voltam. Na most egyébként te milyen gyakran álmodtál azelőtt, hogy ugye megfogant a gyermek, azelőtt milyen gyakran álmodtál? Régóta, tehát álmodok ilyen világosokat, de azok nagyon megmaradtak. Mi az, hogy világosokat álmodok? Hát, hogy fölébredek és értem. Aha. Értem, hogy miről szól, értem, hogy mit üzen,
bizonyos elemeket nem értek, és most, hogy Csilla könyve kapcsán most már így tudatosan megyek vissza, és keresem azokat a helyszíneket, azokat az alakokat, meg szólaltassam, hogy mit üzennek nekem, akit nem értek. El tudjátok mondani, hogy mit üzen? Igazából el, de nem is ez a lényege az álomfejtésnek, hanem pont az, amire rákérdeztél, hogy milyen szemszögből, milyen aspektusból, milyen érzelmek jelennek meg. Ugyanis inadekvált érzelmek is megjelenhetnek. Tehát nem meghatározható. Nem feltétlenül odaillőek. Igen, ja, értem. Tehát... Mert hogy már tehát egészen lehet, más... hogy örül annak, hogy egy olyan helyzetet láttam, ami esetleg más ideges. Tehát például, tehát ez jelenti azt, igen, akkor. Igen, tehát, igen, hogy igen. A szituációhoz képest az ő érzelmi reagálása más. Pont az érzelmek mentén lehet felismerni az álmok üzenetét. Amikor reggel mondjuk feldúltan ébredsz egy olyan álom után, ami amúgy meg idilli lenne elvileg, de mégis valamilyen olyan érzést hoz magával, ami számodra furcsa, és nem is kapcsolódik az álomhoz logikusan, akkor mégiscsak valami olyan dolog mozdult meg benned, ami ahhoz az érzelemhez kapcsolódik. Ez az érzelmi híd visz vissza téged az értelmezéshez. Ezek változtak-e, fejlődtek-e, vagy romlottak-e, vagy javultak-e, vagy mi történt ezzel? Tehát elmondtad a Csillának, és már előtte megbirkóztál ezekkel, mire elmondtad neki, vagy pedig a Csilla segített abban, hogy így ezzel a, hogy mondjam, önszuggesztióval, ugye van ilyen is, hogy abban segítsél? Hát más szemszögből láttam. Azt hiszem, hogy valamilyen szinten már megvoltak ezek oldva, csak színesedett a kép, tehát tágult a spektrum. Az mit jelent? Hogy már nem szégyeltem magam mondjuk annyira, hogy biócának láttam a magzatokat, hanem így elfogadtam, hogy igen, végül is ez valamilyen szinten ez érthető. Talán ez. Tehát az nagyon lelkesítő volt, hogy a Csilla ezt fontosnak gondolta. Tehát nem azt mondta, hogy fú, ez milyen ez, miket álmodik, hanem hogy érdeklődő volt, meg nyitott, és akkor ezzel nekem is elfogadható. Tehát arra mindenképpen jó ez, hogy az ébrenléti állapotban ezt, amit mondtad, hogy rösteltet, hogy ilyeneket álmodsz, hogy nem tudom én, elvered a gyereked, vagy nem tudom valami ilyet, ugye, hogy most, vagy mit tudom én, valakivel valami konfliktust álmodsz, hogy amikor felébredsz, abban segít, hogy akkor ezt legalább magadban egy picit harmonizáld, ugye? Neked nem volt, Péter, olyan álmod, ami furcsa volt, vagy mondjuk szexuális tartalmú álom egy olyan emberrel, aki szóba nem jön. Jaj, figyelj. Ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, mert próbáltam gyűjteni kérdéseket, közvéleménykutatást, és az egy nagyon fontos kérdés, kamasz gyerekek özönnek kérdezi, hogy miért van az, hogy álmukban összeakadnak egy jó nővel, és levetkőzik a nő, a fiú nem tudom, az is elkezdi megölelni a lányt, beleegyezik a lány már majdnem abban, hogy akkor legyenek együtt, és akkor jönne a megvalósítása, hogy mondják ezt, hogy az egymásra találásnak, vagy nem tudom minek. Beteljesedés. És akkor felébrednek a gyerekek. Igen. Nincs meg a történés. Aha. Szóval kamaszkorodban ezt álmodtad. Jó, ez talán ezt úgy mondod, van. Ezt, igen? Talán úgy van, hogy azok az emberek, akik nem annyira élik meg az álmaikban a beteljesedést, nem is törődnek azzal, hogy megéljék, mert azt mondják, hogy most vagy sikerül, vagy nem, ilyen véletlenszerű alapon valamire megvilágosodni, vagy valami jó élmény érjen. Az álomindukció, amit a beszélgetésünk elején kérdeztél, pont erre való. És valójában, ami... De most itt elugrottunk ettől, hát én mondtam egy konkrét dolgot, ami nem az én álmom volt feltétlenül, de ez egy ilyen kamaszos probléma. Ez egy jellemző probléma. Hogy igen, ez egy ilyen kamaszos dolog, erről beszélgettünk ilyen felnőttként, ilyen haveri körben, hogy tulajdonképpen egy csomószor úgy álmodtunk, hogy aztán kimaradt. Hogy aztán kimaradt. De ha gyakorolod azt, hogy ott maradj és jelen legyél az álmodban, éber tudatossággal, akkor nem marad ki. Akkor nem marad ki a dolog. Akkor végig tudod élni, amit végig szeretnél élni álmodban. De ezért kapcsoltam, hogy az álomindukció pontosan erről szól, megélni mindent, amit az álom kínál neked. Hát aztán szerintem, hogy érik az ember, akkor rájön, hogy ébren sem rossz ez, és akkor szóval, hogy mondjam, nem álmában már nem hiányolja ezt annyira, de mégis, mondom, ez egy nagyon érdekes. Mégis hozzátesz az ember élményvilágához, hogyha álomban megélhetsz dolgokat. Olyat is, amit ébren nem. Ébren megélheted a szexualitásodat, álomban is,
De például ébren nagyon nehezen tudsz víz alatt lélegezni, ahhoz kell neked egy berendezés, hogy tudjál lélegezni. Fantasztikus, ehhez felírom, hogy ébren nehezen tudok víz alatt lélegezni. Szerkentyű nélkül víz alatt hosszasan lélegezni. Így van. Vagy pedig repülni sem nagyon lehet szerkentyű nélkül ébren. Hát én szerintem azért itt a nézők többsége ezt a két dolgot, ezt már tudta. Én vagyok az egyedüli, aki esetleg bizonytalankodom ebben. Valójában viszont mégis megélheted ezeket az élményeket, amik bizarnak tűnnek, de nincs tehát, olyan, hogy bizarrál. Álmodban megélheted azt, hogy mondjuk átúszod az óceánt, ugye? Természetesen. És ehhez lehet így tuningolni magad, vagy hogy mondják ezt? Indukció? Nem, az indukció az nem az. Az indukció az csak az, hogy... Hogy legyen álmod, hogy emlékezzél igen. rá. Uh-huh. De indukálhatod a témát is, tehát hogyha te úgy érzed, hogy neked át kell úszni az óceán, van egy feladatod, mondjuk uh-huh. le akarsz futni egy maraton, akkor álmodban edzhetsz. Gyakorolhatsz uh-huh. rá. Igen. Vagy hogyha egy vizsgahelyzet előtt állsz, vagy egy nagy megoldásra vársz, uh-huh. akkor tuningolhatod magad, hogy álmodban megéld ezeket uh-huh. a dolgokat, és megtaláld az utat. És hogyha például egy bokaszalagszakadásom van, akkor... Gyógyítani is tudod magad. Tehát így tudom magamat, és akkor uh-huh. felkészülök a maratonra. Tehát előbb meggyógyítom magam, és utána akkor sorrendet kellene tartani. Azért én azt gondolom, hogy a realitás talaján maradva nyilván megműteni magad, meg tudod álmodban, de az nem biztos, hogy másnapra rendbe jössz. De lelkileg egy olyan állapotba tudod magad hozni, hogy elősegítsd a gyógyulásodat. Vannak gyógyító álmok, sőt vannak jósló álmok is, hogyha már a betegségnél tartunk. Van egy történet, hogy valaki valami szörnyel kapcsolatban retteg, és akkor azt mondja neki a varázsló, a törzsi varázsló, hogy álmában küzdjön meg ezzel a történettel, ezt mondd el inkább te. A megélés fontossága, hogy ha például rémálmokat látunk, vagy valamilyen kínlódáson megyünk keresztül, és reggel feldúltan ébredünk, akkor érdemes ezzel tovább foglalkozni, és nem elkerülni és elfolytani ezeket a dolgokat, vagy bevenni egy altatót, és akkor talán nem fogom látni ezeket az álmokat. Tehát ébren megpróbáljuk, hogy mondjam, a kardot elfogadunk. Kivonni, és akkor utána legyőzni álmunkban? Tehát készüljünk arra ébren, igen, hogy legyőzzük álmunkban? De ezt a sztorit, ezt meséld el. Ez egy fiktív történet, félig fiktív, félig igaz történet. Egy kicsi fiú a Szenóik szigetéről, mert a Szenói nép egy ilyen nagyon álomcentrikus, a kultúrájuk nagyon jelentős része uh-huh. az álom. Az hol van ez a sziget? A Szenói az egy maláj falu, uh-huh. de már nem létező törzsről igen. beszélünk. Egy békés törzs, amely harci és maláj törzseknek a szomszédságában élt, és ilyen sámánoknak, meg varázslóknak tartották őket. Nagyon sok mindent ki tudtak kerülni a szabad álmodással, például azzal, hogy a szexualitásukat megéljék álomban 100%-osan a kisgyerek is. Tehát álomban nincs tabu. Nappal van tabu, rengeteg tabu van, amiket betartunk azért, hogy a kultúránkban, a társadalmunkban békésen tudjunk élni, éjjel viszont nincs. És most ez hogy van, hogy a kisgyerek az egyáltalán honnan tudja? Hát már bocsánatot kérek, szóval azt van mondja, egy 5 éves gyereknek is szexualitása. De nem bíztatják, nem azt mondják, hogy most bármit csináljál éjszaka, és ezt vagy azt, hanem ha jön egy ilyen álom, akkor arra bíztatják, hogy hagyja az álmot, hogy beteljesedjen. Legyen az, itt egy konkrét álom egy kisfiúról szólt, aki rettegett egy madártól, egy madár képében jelent meg számára a félelem. Na én is erre emlékszem, tehát erre igen. a szexuális története nem emlékszem, igen. Tehát ez volt az a konkrét történet, ez a madaras, igen. Ez a madaras álom, hogy a kisfiú éjszakáról éjszakára egy vadmadárral álmodott, amit ő rettegett és mindig elbújt előle. Ez a nép, ez úgy élt, hogy minden nap megosztották egymással az álmaikat. Legyen az kisgyerek, vagy felnőtt, minden álom fontos volt ebben a kultúrában. Uh-huh. És a kisfiú azt a tanácsot kapta az apukájától, hogy legközelebb ne bújjon el, hanem szálljon szembe ezzel a félelemmel. És ő elkezdte edzeni magát, és nappal fölmászott egy magas fára, és ott elkezdte figyelni a madarak életét, és elkezdett hasonulni a madarakhoz, elkezdte a viselkedésüket megismerni és elsajátítani. És amikor újra ezt álmodta, akkor tudatosult benne, hogy most itt vagyok, és most kell szembeszállnom ezzel, és akkor fel tudta venni a harcot, fölrepült ő is, és elkezdett megküzdeni ezzel az állattal, aki a végén át is alakult, és felajánlotta a férfiasságát ennek a kisfiúnak.
Ez egy nagyon szép szimbólum, hogy megint szépet mondjak, mert számomra minden álom szép, és a rémálom is szép. Gondolom, hogy ebben a törzsi helyzetben ott egy ilyen abszolút szimbólum. Igen. Tehát legyőzte a saját démonait, a belső félelmét, és így egy szinttel magasabbra lépett. Hát átlépett férfivá. Zsuzsival is szeretném, hogyha beszélnénk erről, hogy egyrészt vannak ezek a bizonyos ilyen népi hagyományok, hosszú évek, évszázadok óta mondanak valamit, hogyha nem tudom, ilyen macskával álmodsz, vagy olyan felhővel álmodsz, vagy ha ez, vagy az, vagy amaz. Te ezekről az ilyen álomfejtésekről, meg ezekről a népi, hogy is mondjam, definíciókról miket hallottál, mielőtt ezek az álmodásaid elkezdődtek? Hát olvastam, meg Krúdy Gyula könyvét. És hittél ebben a Krúdy Gyulának is? Igen. A Krúdy Gyula az részben irodalom, ugye, Zsuzsám, és részben ilyen néphagyományokon alapul, tehát a Krúdy, tehát részben ő találta ki. És részben meg ő találta ki, ugye? Fikció. No. Ami azért a művészet és a fikció is nagyon közel áll az álomvilághoz és a valóságunkhoz is, hiszen azt sem tudjuk, hogy amit most itt csinálunk, az ébrenlét vagy álom, mert amikor álmodunk, akkor 100%-ig biztosak vagyunk abban, hogy az a valóság. Na, elvettem a Zsuzsitól a szót, pedig ő rá kíváncsi vagyok, hogy akkor a Krúdyt olvastad, és akkor arról mit gondoltál, mit szóltál hozzá? Tényleg inkább egy ilyen irodalmi alkotásnak, tehát nem tudtam adaptálni a saját álmaimhoz, magamtól többre jutottam. Ez a fontos, hogy annyira egyediek, vannak egyetemes szimbólumok, kulturális szimbólumok, és vannak egyéni szimbólumok, hiszen nekem egy pohár víz valószínűleg mást jelent, mint neked, vagy egy szomjazónak. Hát neked biztos más, mert neked már nekem nincs is vízem. Nincs. Nekem meg még van vízem, úgyhogy kicsit jobban spóroltam. Ebben a helyzetben megint mást jelent, tehát a helyzet is meghatározza, hogy mikor mi, és a személyiséged is meghatározza. Tehát az álomfejtésnél ezt kell felfejteni, hogy azok a szimbólumok neked mit jelentenek, mit hoznak ki. Nem az a lényeg, hogy bekategorizált, hogy a fekete macska szerencsétlenséget jelent, vagy a foggal álmodsz, akkor meghal valaki. Nem ez a lényeg. Na most remélem, hogy nem árulok el szakmai titokat, de ugye vannak ezek a horoszkópok. És én nekem ilyen interjúim, meg a, mit tudom én, a műsoraimnak az ilyen írott változatai, azok megjelentek különböző ilyen képes lapokban, heti lapokban, egyebekben. Volt az egyik helyen egy ilyen, hogy mondják ezt a horoszkópot, aki csinálja? Asztrológus. Tessék? Asztrológus. Asztrológus. Hát asztrológus, tehát ilyen jós hölgy, és egy másik helyen meg egy pasi. Na most a hölgy az titokban csinálta, tehát azt soha nem láttam, de a pasinál ott láttam azt, hogy egyszerűen előveszi a 3 évvel ezelőtti kiprintelt dolgokat, és így összevaglossa, és ami, nem tudom, január 20-án kedden 5 éve jó volt, az most május 24-én szerdán az most jó. Szóval, tehát, hogy ilyet csinált. Nincs semmiféle veszély, hogyha valakinek erre van szüksége, hogy valaki helyette megmondja, hogy mit jelent az ő álma, akkor kapja meg ezt. Én soha nem tennék ilyet. Én azt gondolom, hogy ez komolyabb dolog, amikor elkezdesz saját magadra figyelni, és ahhoz kapsz segítséget, hogy ami velem történik, azt hogyan értelmezd. Na most bemennek hozzád azzal, hogy nem tudom, rosszul alszanak, vagy szörnyűeket álmodnak. Az álmok nagyon jó alapanyagok a tudattalan tartalmaknak a megismerésére. Az álombeli történések, tehát az, hogy én miket álmodom, azok esetleg a nappali üzemi szellemi képességeket, vagy idegi képességeket, vagy elmebeli képességeket is esetleg, hát ha nem is definiálják, de utalnak arra, hogy milyen állapotban van valaki? Igen, utalnak arra. Az egy kicsit belekezdtem a betegség és az álom kapcsolatára, és itt azt gondolom, hogy helyén való lenne azt megjegyezni, hogy sok esetben, hogyha valamilyen lappangó betegség van bennünk, akkor az már álomban meg tud mutatkozni valamilyen formában. Esetleg még fizikailag nem is mérhetők a tünetek, de már diszkomfortosat álmodunk, szimbolikusan valamelyik testrészünkkel kapcsolatos, vagy akár csak lelki dolog, ami majd későbbiekben testi formában. Hogy diszkomfortosat, tehát kellemetlen álmodunk, igen, akkor az azt jelzi, hogy nem tudom, hogyha a kis ujjáról álmodik valaki, hogy a kis ujjával baja lesz, vagy? Mert pont ez az, hogy nem. Nem. Pont ez az, hogy nem ennyire egyértelmű. Mégis
annak, aki visszaemlékszik rá, annak elég egyértelművé válik, nem? Hogy ez most mit üzen? Főleg, aki foglalkozik vele. Már de az, hogy a Zsuzsi megoldotta például azt a fizika példát, ahhoz kellett neki az a tudásanyag. Persze. Tehát csak álomból ezt nem tudja. Bár arról hallottam, hogy bizonyos emberek ilyen különböző szerkezeteket, meg ilyen különböző bármiféle formákat, műalkotásokat, vagy technikai dolgokat álmukban találtak ki. Hát, vagy műalkotások, így van. Például Kekulé a benzolgyűrűt egy farkába harapó kígyó formájában álmodta meg. Rengeteg számításon túl volt, mikor egyszer csak eljött ez a kép, és rögtön megértett, hogy jó, hát ez ilyen, és leírta. Vagy műalkotások születtek. Az álom befolyásolására például egy kiváló példa a Dr. Jekyll és Mr. Hyde történeteknek a születése. Tehát ugye arról van szó, ugye, hogy nappal normális krapek, éjjel meg szörnyű tömeggyilkos. Nem teljesen így van, hanem úgy, hogy rémálmai voltak a szerzőnek, és azzal próbálta csillapítani a félelmét, amikor már elaludt, hogy különféle figurákat képzelt oda, amit Browningnak nevezett el, nyilván barna figurák voltak, vagy sütik voltak, és ezek a Browning meséltek neki, mint hogyha az anyukája lenne, a felnőtt férfi, odaültette maga mellé a párnára a browniait, és elkezdtek mesélni. Ezt álmodta. Addig, amíg a Brownie elkezdett mesélni, addig ő nem álmodott még, és az álom az már jött a mesékből. Szóval, hogy az hol kezdődött el a valódi álom, azt nem tudjuk, de egy szép átmenet volt ahhoz, hogy ő nyugodt álomra hajtsa a fejét, és megélje azokat a rémes dolgokat, amiket direktbe nem tudott megélni, mert inkább fölébredt, vagy rosszul lett. És tehát így, ez hogy a szerzőre vonatkozik. És akkor megszülethettek ezek az ellenpontos történetek. Amúgy ezek az ellentétek majdnem mindannyiunknak az álmaiban megjelennek. Mert valahogy így egyensúlyozza ki az idegrendszer, a tudattalan, azokat az energiákat, amiket ugye nappal szeretnénk harmóniában tudni. Gondolkodtam, hogy feltegyem ezt a kérdést, mert ez félig tudományos, félig pedig egy viccből következik. Van egy ilyen síelős vicc, nem tudom, hogy ismeritek-e, én szerintem megrökönyödnének a nézők, hogyha így elmondanám, de úgy a struktúráját azért elmondom. Az a lényege, hogy három síelő nem kap, tehát már napok óta síelnek, és nem kapnak szállást, mert lavina van, és a végén egy ilyen turistaház tetején be tudnak menni, de csak egy szoba van, ahol egy ágy van, és az egyik középre fekszik, a másik jobb oldalra, a harmadik bal oldalra, és ébredeznek reggel, és akkor a jobb szélső mondja, hogy hát gyerekek, szörnyű napjaink voltak, de most marha jó álmom volt, azt álmodtam, hogy bementem Szulejmán hárembe, és minden csajjal együtt voltam. A másik azt mondja, hogy gyerekek, én meg azt csináltam, képzeljétek el, hogy a volt gimimbe bementem, és az összes csaj, akire vágytam, az mind meg volt most éjjel. És hát te miről álmodtál, kérdezik a középsőt. Azt mondja, én megmondom őszintén, ugyanezt a szörnyűséget folytattam, én csak sieltem. Ezt egy tudományos kérdés előkészítésének használtam, hogy vajon a külső hatások, tehát az, hogy zötyög a vonat, hogy csikorog a villamos, hogy nem tudom, folyik a csapszol, hogy ezek mennyire befolyásolhatják az álmainkat. Oda és vissza, igen, befolyásolhatják. Tehát a külső ingereket bele tudjuk álmodni, bele tudjuk szőni az álomtörténetbe, de ahhoz egy bizonyos szintre föl kell jönnünk az ébrenlét határára, hogy meghalljuk ezeket, hiszen a hallás az kikapcsol álmodás közben. De amikor mégiscsak egy kicsit följebb kerülünk tudatszintben, akkor beszűrődhetnek az álmainkba, és pont bele is illenek, hiszen az álomidő egészen más. De azt mondod, hogy a hallás az kikapcsolódik alvás közben egy csomóan vannak, akik neszekre se tudnak elaludni, tehát ilyen neszezés miatt mert sem. Mert akkor még nem alszol, amikor még neszeznek. Amikor már elaludtál, akkor már lehet, hogy lehet akkor már neszezni. Lehet robbantani is. Nem biztos. Vagy bukkangatni. Hát ez attól függ, hogy milyen mélyen alszol. Hát ennek azért különféle fázisai vannak. Hozzátettem, hogy pukkongatni petárdákat, hogy nehogy félreérthető legyen ez a történet. Most viszont egy elég komoly kérdéssor következne, vagy legalábbis kis rövid fejezet, mert ugye ti az onkológián dolgoztatok. És ugye ott elég sok olyan ember van, akit megérint a veszélye az elmúlásnak. Ezzel külön foglalkoztatok, mert külön ti ismeritek ezt a helyzetet, ezt a témát, hogy akkor vajon változnak-e az embereknek az álmai, illetve hogy lehet-e befolyásolni az ő közérzetét, optimizmusát azzal, hogy így valamilyen módon az álmaira is hat. Van egy történetem, egyik betegem, aki egy
nagy műtétet kapott, amúgy is egy idős úr 80 fölött volt, tehát maga a műtét is nagyon megterhelte őt, és nyilván az élet kilátása is, meg ő se úgy érezte magát, hogy most ő ezzel így hogy tud élni, de lényeg a lényeg, ő mesélte, azt álmodta, hogy átalakításon a kórházba, és ott megy az építkezés, túrják a földet az emberek, és ő sétál, és megy oda a földmunkák közé, és keresi a ládáját. És akkor mondják neki, hogy ott van az ő ládája, és megy oda a saját ládájához, hogy belefeküdjön, és ahogy beleengedi magát, arra ébred, hogy leesik az ágyról, és jön be pont a lánya, hogy apa, te mit csinálsz? De ez csak álmodta, hogy leesik az ágyról? Nem, akkor ő tényleg leesett az ágyról, ő bele akart feküdni a saját ládájába, amit kint látott az építkezésen. Amúgy tényleg építkezés volt a kórházban, akkor pont így átalakították a szárnyat, és így sétáltunk körbe-körbe, és mondta, hogy úristen, milyen álmaim vannak, hogy ez borzasztó, és hogy kerestem a ládámat, és arra ébredtem, és leestem az ágyról, és a lányom pont akkor nyitott be, hogy apa, te mit csinálsz? És hogy szörnyű. És nem meri elmondani a lányának, hogy ilyeneket álmodik, de hogy szörnyű. Nem tudom, mi lett vele amúgy, ez már nagyon régen volt. Csak ezt felírtam otthon. Az álom kis halál, azt mondják bizonyos helyeken. És valóban, az, hogy ezek az emberek, akiket megérint a halál, vagy megérzik ezt a végességet ott, amikor szembesülnek a betegségükkel, van, aki nem mer el aludni. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy nem csak én nem csak ezt hallottam, hogy az álom, hanem azt, hogy hát az alvás, hiszen ugye az érzékszerveink nem működnek, ugye te mondtad most, hogy a hallás, ugye a szemed eleve lecsukod, gondolom a szaglásod sem annyira éles, mint hogyha ébren lennél. Az érzékszervek kívülről lezárnak, és befele fordulnak. Befele teljesen élénk, hiszen te álmodban érezhetsz illatokat, hallhatsz hangokat, lehet, hogy éppen a hangok lesznek a legdominánsabbak, sőt, nagyon is látsz a legtöbb álomképi, bár vannak fogalmi álmok is. E világ számára meghalunk, és kinyílik egy belső világ. Tehát akkor ez az álomvilág, ez csak ez nem olyan álomvilág, amit hétköznapi értelemben mondunk, hanem ez ilyen, igen, mondjuk orvosi, pszichológiai értelemben. Egy nagyon fontos dologról még nem hallottunk, ugye itt beszéltünk a Zsuzsi álmairól, beszéltünk általában az emberek álmairól, hogy te, sőt még én is ilyen baráti, meg egyéb ifjúkori ilyen butaságokról meséltem. Vajon te álmodsz-e, és te ilyen álmodós típus, nem álmodozós, hanem álmodós típus vagy-e? Mind a kettő. Igen? Álmodozós is, meg álmodós is. Na és te miket szoktál álmodni, és mikről? Az egy univerzum, szóval az nagyon nehéz kiragadni részleteket, de általában az életemnek a problémáit szoktam egy másik formában megálmodni. De megoldani szoktad, vagy csak álmodni Előfordul az is, hogy megoldom. És milyen vagy álmodban? Agresszív vagy, kedves vagy, birka vagy? Valójában álomban feloldódik az egyéniségünk. Tehát olyan képlékennyé válik a személyiség. Tehát amit te gondolsz magadról ébren, az csak egy részed. Sokkal több minden vagy, mint ami az egódba belefér. Az csak egy eszköz, amit használsz ahhoz, hogy dolgozz, hogy érvényesül, hogy szeress. De valójában álmodban minden te vagy. Na most, hogyha oda megy hozzád egy görcsölös pasi mindenféle ilyen pszichés problémával, mert ugye hát te a testét fejleszted az embereknek, de ebben az esetben ugye a lelke van kiszolgáltatva az embernek, hiszen teljesen kinyílik egy pszichológus előtt, és akkor így elkezdett kvázi kezelgetni, és akkor a harmadik kezelgetés, azt mondja, hogy doktor, én megoldottam az álmaimat, maga az én álmaim nője. Akkor egy ilyen beteggel mit tudsz kezdeni? Nem hiszem, hogy kell ezzel bármit is kezdenem. Hát én azt gondolom, hogy test és lélek nem külön választható. Egy üres test szellem és lélek nélkül önmagában legfeljebb rothadni tud. Tenni semmit, sem aludni, sem felkelni, sem enni, sem semmit nem tud csinálni. A tudat és a lélek, ahogy fejlődik, ahogy mélyül, ahogy okosodik, bölcsül, segíti a testet, és a test szolgálja az összes többi. Jó, Csilla, én ezt egy kicsit operettesen tettem fel, de itt igazából arról van szó, hogy azok a férfiak és nők, akik veled szembe leülnek, egy terápián, vagy egy ilyen hosszabb
többszörös konzultáció vesznek részt, azok teljesen kinyílnak neked. Tehát teljesen kiszolgáltatod. Na most az, hogyha te így bele tudsz nyúlni ebbe a szerkezetbe, akkor nem nyúlok bele. Na, erre vagyok kíváncsi, hogy akkor hogy tudod befolyásolni jó irányba. Ez talán nem is úgy megy, hogy belenyúl a terapeuta, hanem úgy megy, hogy beenged ő, és akkor én óvatosan, mint hogyha tojásokon lépkednék, kérdezem. És akkor azokat a kérdéseket, amit magának nem tesz föl az ember, fölteszi a terapeuta, és akkor megválaszolja maga számára, és így jut előrébb, azt gondolom. De ahogy mondjuk egy pszichológusnál azt mondott, kiszolgáltatott egy ember, ugyanúgy az orvosnál vagy a gyógytornásznál is teljes mértékben kiszolgáltatott, mesztelenre vetkőzik, és bármi, ami belül történik vele, az a testére is kijön. Na most azt árul el, hogy te zűrös kamaszlány voltál? Nagyon zűrös kamaszlány voltam. Beszélgettünk erről már így kamerákon kívül is, és nekem volt egy olyan benyomásom, hogy tulajdonképpen ez, hogy te ilyen pszichológus lettél, meg klinikai pszichológus, meg ilyen terapeuta, hogy ez tulajdonképpen a te magad ilyen képzésére, alakítására is felhasználható, de akkor most megkérdezem, hogy ez a tudásod, ez a te saját magad alakítására, idézőjelesen képzésére, lelki képzésére is alkalmazható? Én azt gondolom, hogy mindenki, aki gyógyítással foglalkozik, egy kicsit öngyógyít is, és ez így rendben is van. Az, hogy valaki mondjuk pszichológus legyen, gyógytornász legyen, orvos legyen, ahhoz kell egy mély önismeret, és kellenek saját élmények is. Egy pszichológusnak több év terápiába kell járni ahhoz, hogy aztán ő egy másik emberen gyakorolja ezeket a dolgokat. Mikor elalszol, álmodj velem. Valami fájna, felejtjed el, tedd meg nekem. Álmod azt, hogy dalol a fény, s dalal lassan utol is ér. Mikor elalszol, álmodj velem. Virágok színét ne feledd el, tedd meg nekem. Álmod azt, hogy dalol a fény, s dalal lassan utol is ér. Mikor felébredsz, gondolj velem. A hóban könnyű legyen, tedd meg nekem. Álmod azt, hogy dalol a fény, s dalal lassan utol is ér. A kedves nézőknek mondom, hogy igyekeztem valahogy olyan szinten tartani ezt a beszélgetést, de nem mindig sikerült, hogy itt végül is primér módon első hallása érthető legyen és követhető legyen, de a mostani kérdést az egészen biztosan, hogy mindenki fogja érteni, remélem, hogy őszinte válaszokat kapok. Tehát az a kérdésem most a jövőre vonatkozik, kétféle dologról beszéltünk, ugye, tehát hogy az álmodozásról és az álomról. Tehát az egyik kérdésem az, mind a kettőtök közt kezdje majd Zsuzsi, hogy te mi az, amiről te szeretnél álmodni? Tehát mi az, ami neked a lelkednek jót tesz? Ha úgy tetszik, ez egy pszichológiai kérdés. A másik pedig egy teljesen gyakorlati, hétköznapi kérdés, hogy miről szoktál álmodozni? És majd ugyanezt a Csillához is intézem ezt a kérdést. Hát én miről szeretnék álmodni? Hát keresem a helyem, most ez így jellemző az életemre, és így ezt szeretném megálmodni, hogy megtaláljam a helyemet. Igen, most és itt álmodozni, utazok, és miről pakolok. Álmodozol? Álmodozni? Hát azt hiszem, a családom körül folyik. Tehát, hogy körbe utazod a gyerekekkel, meg a családdal a földet, hát például, vagy egy hajón például. Vagy arról szeretek álmodozni, hogy milyenek lesznek.
És ahol kiköltszok mindenütt, megütöd a lottó főnyeremény például ilyen, és akkor, nincsen. Csilla, ezt már biztos, hogy így analizálja magában, hogy miért kapcsolom össze az utazást a lottó főnyereményen, stb. Elemzed, mondod ezt, hogy ez rossz így ez a javaslat, hát ez amit mondtam? Ez a te asszociációd, és biztos, az utazáshoz kell pénz is, gondolom, és milyen jó, ha könnyen jön. Azért a könnyen jött dolgok nem olyan jók, hidd el, nekem nem értékeljük. Annyira. Akkor ezt is felírom magamnak, de azért azt nem úszod meg, hogy elmondod te. Elmondom. Bágyalak. Miről szoktam álmodni? Ez már volt ez a kérdés, és igen, nagyon nehéz erre válaszolni. Igen, de az a kérdés, hogy miről szeretnél álmodni, tehát mi az az álom, ami a te, hogy is mondjam, kiegyensúlyozottságodhoz vezet, tehát ami a te pszichés és testi kiegyensúlyozottságodhoz vezet, ez ilyen már egész tudományos kezdek lenni, tényleg ilyen főorvosi vagyok már itt a végére. A másik pedig az az, hogy miről álmodozol. Tehát a vágyakozás, álmodozás. Első kérdés. Amiről szeretnék álmodni, az mindig az adott élethelyzetemnek a megoldása, az mindig nagyon szívesen megálmodom, vagy az, hogy én most hol tartok bizonyos dolgokban. Tehát úgy, hogy te azt szeretnéd, hogy lefekszel és reggel megkapod a végeredményt, a receptet, nem. Tehát egy receptet nem, akarsz nem. megkapni? A folyamatban szeretnék. Vízem, csak mondanám. Igen, hát jobban beosztod. Szóval a folyamatban szeretek tudatosabban részt venni, és valójában nem is a mit álmodni az fontos, hanem hogy milyen tudatállapotban, milyen minőségben. És hogyha már így rákérdeztél, akkor egyszer például nagyon szívesen, hosszan tartózkodnék a tiszta tudatosságban, és ez nem álomtörténetet jelent, hanem egy gyönyörű, tiszta fényt, amiben az érzések szintjén megéled az egységet. Ez a buddhizmusnak az egyik ilyen végeredménye? Beszél erről vagy? A buddhizmus is, igen, meg meditatív technikákkal szokásos beszélni erről, a tiszta tudatosságról. Én azt kívánom magamnak az álmaimhoz, hogy éber legyek bennük. És miről álmodozol? Arról álmodozom, hogy minden, ami bennem van, az ki tud teljesedni, és mások javára szolgál. Erről ez nagyon ilyen társadalmi, pedig hát két gyereked van, azt már nem is merem elárulni, unokám hogy már unokád is van, mert ez nagyon persze, nem látszik rajta. Mondhatnám, hogy álmodozom arról, hogy majd az unokám milyen sikeres lesz, meg a gyerekeim, de ez nagyon veszélyes mesdje, mert... Hát az, hogy egészségesek legyenek, hát és lelkileg is harmonikusak. Hát hogyha azok, akkor meg maradjanak így, igen, gondolom így én. Na, a befejező kérdés, a nehéz ravasz kérdés. A definiálása annak, hogy az álmotok, az álmaitok férfia milyen. Zsuzsi, te kezdjed. Én nekem mindig a férjem. De hát valamit mondjál mi, hogy kicsi, nagy, erős, okos, szóval egyszerűen csak a férjem. Mi a végtelenül türelmes. Végtelen türelmes? Igen. Na jó, hát remélem, hogy ennél egy kicsit, hogy mondjam, több információt adsz az álmaid pasiáról, mert ez... Hát ez a mai legszebb álom? Azt mert hogy kérdezem, minden nap mást álmodik az ember. Nem, hanem hogy amit most itt te az álmaid pasiának tartasz, arra vagyunk kíváncsi. De ez nem egy konstans, nem egy állandó dolog, hogy ez egy olyan beszélgetős műsor, hogy én kérdezek, és te meg igyekezz válaszolni. Igyekszem. Tehát nem az a cél, hogy te igyekezzél ne válaszolni, hanem pláne így a műsor végén egy nagyon egyszerű kérdésre egy értető választ légy szíves adjál. Látod, a pszichológus soha nem ad egyenes választ. Na akkor most szóval, hallanám. Álmaim férfia. Azt gondolom, hogy ezt nem is tudom megjeleníteni. Álmaim férfi az a férfi, aki pont az én másik felem. Uh-huh. És ez furcsa, mert lehet bármilyen. Na de olyan, hogy te, nem tudom, te valamit gyengén tudsz, ő jól tudja, vagy te ideges vagy, ő nyugodt, vagy valami... A türelem az például nekem is nagyon tetszik, tehát ez megragadott a Zsuzsi, amit türelmes legyen. Hát igen, legyen türelmes, legyen nyugodt, de tulajdonképpen legyen aki, és hogyha pont az, aki nekem kell, akkor legyen az. Ez az álmaim férfia. Értem. Tehát legyen, de az, hogy jóképű legyen, vagy szellemes legyen, vagy... Ezek mind olyan tulajdonságok, amik jó, ha vannak, de nem feltétlenül vannak. Tehát a lényeg, hogy néha bégessen. Nem. Legyen lelkitárs. Legyen lelkitárs. Nem csak tehát, lelki. Mert ezt a türelmet, ezt én nem értem, szóval most érted? Erre most mondtad a bégetést. Hogy... Tessék? Igen. Ja, szóval ez, hogy birka türelem, mert érted, hát az, hogy mire türelmes, érted? Aha. Tehát nyilván akkor, hogyha te szétvagdosod a fején a tányérokat, akkor azért jó, ha legalább megfogja a kezed, hogy Csilla drága, azért legalább ezt ne csináljad, mert tudom, hogy te nem ilyen vagy, csak mondom. A türelem talán itt azt jelenti, hogy tud figyelni. Tehát, hogy tudunk egymásra figyelni, és ez fontos.
A három gyereknél megértem, hogy mire érted a türelmet, és itt most tényleg egy olyan családban, ahol sokan vannak, nekem már felnőttek a gyerekeim. Nekem már annyira van szükségem, nem arra, hogy őt fele figyeljen, hanem arra, hogy egymásra figyeljünk, a célunkra figyeljünk. Most a Habcit mondom, hogy könnyen kimondjam majd az, hogy szakpszichológus nő kedves, akkor itt magának itt riporternek kéne lennie, mert nagyon tudja azt a technikát, hogy hogyan nem válaszolunk igazából a kérdésekre, de ez is tulajdonképpen ez egy ilyen terápiás technika, nem? Az, hogy te azt szeretted volna, hogy azt mondjam, hogy szőke, barna, fekete, milyen, hány centi magas, ezt nem tudom mondani, mert ilyen nincs. Értem. Ilyen nincsen. Hát a kedves férfi nézőknek üzenem, hogy ennyire tudtak közel jutni a hölgyek megoldásaihoz, az álompasik definíciójához. Ennél közelebb ma nem megyünk ehhez, viszont azt nagyon remélem, hogy a nézők is legalább sok olyan új érdekességet tudhatnak meg ebből a beszélgetésből, mint amennyit én. Nagyon szépen köszönöm Csatáriné Varga Zsuzsának, Nógrádi Csillának. Én is a szakpszichológusnak, erre készülök, erre a szakpszichológusra, hogy ezt jól mondjam ki, ezt a mostani vendégeskedést, és nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a kedves nézők figyelmét is. Ennyi volt már a Párosan szép, viszontlátásra!